Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket a Híradó Extrában. Még csak egy hónap telt el az iskola kezdés óta, azonban a Szent István Egyházi Általános Iskolában már számos program volt, és az elkövetkezendő időszakban még sok-sok ilyen vár a gyermekekre és a nevelőkre, valamint pedagógusokra egyaránt. Erről is fogok beszélgetni az iskola augusztus 1-én kinevezett új igazgatójával, Tóth Ákossal, aki már itt is van velem a stúdióban. Üdvözlöm, szép estét Üdvözlöm, kívánok! Is, és a nézőket is! Augusztus 1-ét említettem, ugye gyakorlatilag egy picit több, mint két hónapja ismerkedik a tantestülettel, a diákokkal közvetlen közelből, hiszen, hogyha jól tudom, akkor tanít is, és azt szeretné, hogyha minden diákkal személyes kapcsolata lenne, akik ugye felmenőben az iskolában vannak egészen 8. osztályig, hiszen 5. osztályos nyelvtan talál jelen pillanatban, annak ellenére, hogy magyar történelem szakon végzett, jól tudom? Igen, nagyon jók az információi. Azért választottuk ezt a szokatlan formát, hogy a magyar nyelv és irodalom tantárgyat két különböző tanár tanítsa az ötödikben, hogy így mind a két osztályban, mind a két ötödikben tudjak tanítani, csak ötödikben szándékozom tanítani, így lassan az évek alatt minden gyerek átmegy a kezeim között, így megismerem őket. Hogyha már az ismerettségről van szó, minden tanárral, minden pedagógussal, kollégával sikerült már leülni az elmúlt időszak alatt, és megbeszélni a koncepciót, illetve az elvárásokat tálalni feléjük? Nagyon-nagyon-nagyon sok kapcsolatot találtam és építettem már az iskola körül. Nem minden tanárral ültem még le hosszasan másfél órát beszélgetni, de nincs természetesen olyan kollégám, akivel ne álltam volna eddig is szívesen szóba, meg ne lenne köztünk mindennapi kapcsolat. De ezt még tervezi? Szándékozza a személyes kapcsolatot növelni mindenkivel? Ez teljesen elsőrendű feladatom, hogy a kollégákkal szóba álljak. Ez az egyik legfontosabb, hogy az iskola belső kommunikációja az jól működjön. Egyébként milyen volt a fogadtatás? Hogyan fogadták Önt? Hiszen ugye egy 30 éve jól működő intézményről van szó, ahová Ön becsöppent, bár 23 évet tanított Szegeden a piaristáknál, nem áll Öntől távol ez a hivatás, illetve maga a hitvallás sem, hiszen ugye egy egyházi iskoláról beszélünk. Igen. 23 évig tanítottam a Szegedi Piarista Gimnáziumban, 2 évig dolgoztam utána a Szegedi Szakképzési Centrumban, ahol az iskoláknak a működését, jogi, igazgatási, adminisztratív működését figyelhettem, a tanügyi igazgatási osztálynak voltam a munkatársa. Tehát az iskola működését, általában az iskola működését, és általában egy egyházi iskola működését azt jól ismerem. A makói szignumba, így szeretjük hívni magunkat, pedig úgy kerültem, hogy a maga a tantestület is, és a fenntartónk, a Boldogasszony iskolanővérek szerzetes rend is eljutott arra a felismerésre, hogy jó, hogyha kívülről jön igazgató a szignumba. Ez nagyon ritka a mai magyar közoktatásban, és hogy ez jól elő legyen készítve, egy nagyon hosszú, legalább 1 éves munkát fektettek ebbe az akcióba. Úgyhogy a következőképpen történt. A fenntartó és a tanári kar közösen összeültek és megalkottak egy igazgatói profilt, hogy milyen tulajdonságoknak, magatartásmódoknak lenne jó, ha megfelelne az igazgató. A különböző tulajdonságokat megpontozták 1 és 10 között, így kb. 4 és 9, 4 és 10 közötti pontszámok jöttek össze arra a 7 tulajdonságra, amit a jelölteknél vizsgáltak. Majd egy több körös felvételi eljárás folyamán egy egész napos interjúsorozatban, pszichológiai tesztekkel tarkított interjúsorozatban, ahol konfliktus helyzeteket kellett megoldanunk a különböző szereplőkkel együtt. Ezt vizsgálták, kívülről nézték a fenntartónak a képviselői, a szülők képviselői, a tanári kar képviselői, és voltak független fejvadász cégtől kért munkaügyi, vagy nem tudom, milyen pszichológiai szakemberek, akik nézték ezeket a viselkedéseket, és akkor az egész nap végén aztán visszajeleztek, hogy ebben a profilban az egyes tulajdonságoknál ki hány pontot ért el, vagy én hány pontot értem el. És akkor ez ad egy olyan jó ízt ennek a kívülről jövésnek, ami megalapozta azt, hogy nagyon kedvesen és megalapozott
hát kiválasztás után kerültem ide, és nagyon kedvesen, barátságosan és odaadóan fogadtak a kollégáim, mert hiszen ők maguk is szakmailag is nagyon odaadóak, és emberileg is fantasztikusan jó emberek. Tehát azt kell mondanom, hogy nagyszerű az együttműködés a kollégákkal. Tehát van támogatottsága, van segítsége, van kihez fordulnia, hiszen ugye még vezetői tapasztalattal nem rendelkezik. Olyan remek helyetteseim vannak, kiváló menedzserek, a napi ügyeket fantasztikusan viszik. Nekem elég a legtöbbször azokkal az ügyekkel foglalkozni, amelyek az iskola jövőjét, stratégiai ügyeit intézik. Tehát úgy működik, ahogy egy igazán jó vezetésnek működnie kell. Ön is említette ugye, hogy szignumként van a köznyelvben maga az iskola. Ez már egy márkanév. Mit lehet azért tenni, hogy ez jól csengjen továbbra is és fent maradjon? Hiszen, hogyha jól olvastam, akkor ez is a szándékai között szerepel. Igen. Mindenképpen. Hát azt gondolom, hogy a Signum Makón nagyon jó helyen van. Egy jó hírű iskola. De azt is gondolom, hogy még mindig lehet ezen a jó híren javítani, és azon dolgozunk, hogy nagyon hiteles, csendes, egyszerű és eredményeket felmutató munkával ezt a jó hírét az iskolának még tovább növeljük. Tehát körülbelül most abban a helyzetben vagyunk, amikor feljutottunk egy hegycsúcsra, körülnézünk és látunk, hogy más hegycsúcsok is vannak még előttünk, és akkor elindulunk, hogy még más hegycsúcsokra fölérjünk. Ehhez gyűjtjük most az erőt, nagyon sok beszélgetésen vagyunk túl, nagyon komoly visszajelzéseket kérünk a szülőktől, többféle fórumon, elsős szülőktől, szülői munkaközösségtől, jönnek az információk, és egy nagyon-nagyon-nagyon hatékony és erős információ halmazzal tudunk dolgozni a jövőnek az érdekében. Említettük ugye, hogy egyházi iskoláról lévén szó, ez sokak számára nem is kérdés, tehát mindenki itt Makó városában tudja, hogy mire számíthat abban az esetben, hogyha ebbe az iskolába adja a gyermekét. Ugye egy nagyon erős vonulat a hitoktatás és az erkölcs, emellett azért a szakmai munkára is nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, és egy picit több mint 10 éve elköteleződött az iskola magyar-angol két tannyelvűség iránt. Ezt kívánják a jövőben is folytatni és erősíteni, mert láttam, hogy igen szép eredmények vannak, tehát 14 évesen már nyelvvizsgákkal rendelkeznek egyes gyerekek. Igen, ugye azok tehetnek teljes értékű nyelvvizsgát, azok a diákok, akik a 14. életévüket betöltötték, tehát ők ezt nálunk nagy számban és nagyon jó arányban megteszik. Mindenképpen szeretnénk az iskolának ezt a kínálatát fenntartani. Ez egy nagyon vonzó a szülők számára az iskolánkban, hogy van két tannyelvű osztályunk és van tagozatos osztályunk, és az is nagyon vonzó sokaknak, hogy nyelvvizsga keletkezik a legjobb diákoknál. Más szülőknek pedig az a vonzó, hogy nem a nyelvvizsgára törekszik az iskola, hanem arra, hogy megszerettesse az angolt a diákokkal, és kommunikációs készségeiket növelje, anélkül, hogy nyelvvizsgájuk legyen, tudjanak beszélni angolul, legyen pozitív viszonyulásuk az angolhoz. Tehát nagyon sokféle módon lehet az angollal és egyáltalán a tantárgyakkal bánni. Van olyan gyermek, akinek inkább egy nagyon szigorú, következetes, nagyon sok anyagot számon kérő vonala fontos. Nekem is van olyan gyerekem, akit ilyen tanár kezében szeretnék látni, és van olyan gyerekem is, akit olyan tanár kezében szeretnék látni, aki inkább érzelmi oldalról közelíti meg a tanítást, és a gyermekekben a belső motivációt erősíti, tantárgyhoz fűződő érzelmi kötődést erősíti, az is egy nagyon most már egyre inkább ismert tény, hogyha egy gyereknek van érzelmi kötődése ahhoz, amit meg kell tanulni, akkor az sokkal könnyebben megtanulja, mint amit inkább külső motivációk vagy külső erők, mondjuk szülők, tanárok nyomására tanulja meg. Mind a kettő jelen van az iskolánkban, mind a kettő fontos, gyerektől függ, családtól függ, családi kultúrától függ, hogy melyik gyereknél melyik a fontosabb. Tehát ez az angol. A hitre nevelést, a vallásos nevelést is említette, azoknak a szülőknek is nagyon fontos a hitre nevelésünk, akik maguk egyébként nem gyakorolják a hitüket, vagy nem vallják magukat keresztényeknek. Ez nagyon érdekes, ezt egymástól függetlenül több szülő is visszajelezte már, hogy a kereszténységből fakadó erkölcsrendszer, értékrendszer, az
példamutató. Elég, hogyha csak a 10 parancsolatra gondolunk. A 10 parancsolatban mondjuk 4 foglalkozik kifejezetten, ami az Istennel kapcsolatos törvényekkel. Onnét kezdve, az 5. parancstól kezdve olyan általános emberi értékeket fogalmaz meg: ne lopj, ne erőszakoskodjál, ne mondjál rosszat a fele barátaidról, tehát ne rágalmaz. Olyan általános emberi erkölcsöket fogalmaz meg, amit mindenki val, az is, aki nem vallja magát keresztények. Tehát, hogy ezt az általános emberi erkölcsöt az iskolánk nagyon erősen képviseli, ez nyilván a szülőknek nagy segítség abban, hogy a gyerekeiket rendes emberré tudják nevelni. Ahogy láttam, a 2018-19-es esztendőben igen nagy hangsúlyt kívánnak fektetni arra, hogy az iskola nővéri iskolák és a missziók diákjai szorosabb kapcsolatba kerüljenek egymással. Ezt hogyan tudják majd megvalósítani? Ez nagyon fontos, hogy egy olyan szerzetes rend fenntartója az iskolánknak, a Boldogasszony iskola nővérek, amelyik 185 éve arra jött létre, hogy a rászoruló, értsd, nem a leggazdagabb gyerekek iskolája legyen, hogy olyan tudással vértezze fel azokat a gyerekeket, akik egyébként nem tudnának jó iskolához jutni, mert azok sok pénzbe kerülnek, hogy aztán azzal normális, boldog, kiegyensúlyozott életet élhessenek. Tehát egy kifejezetten a tanításra létrejövő rend a fönntartónk, ami azt jelenti, hogy nagyon sok pedagógiai, pszichológiai tapasztalat halmozódott fel az iskolában, a rendben, és ezeket a tapasztalatokat mi tudjuk továbbvinni a gyerekeknek. És egy nagyszabású rendtartományi sportnapot is fognak tartani ennek jegyében. Az egész rendtartományban, tehát az iskolanővérek mind a 4 iskolájában megünnepeljük ezt a 160-as magyarországi évfordulót, 160 éves évfordulót. Mindegyik iskolában más rendezvény lesz. Túl vagyunk már egy diákönkormányzati találkozón, ahol az iskolák diákönkormányzatainak képviselői találkoztak, túl vagyunk egy rendtörténeti versenyen, és a mi iskolánkra jutott pedig a mozgással kapcsolatos nevelési elveknek a megvalósítása. Ehhez tudni kell, hogy az iskolanővéri kép arról, hogy egy diákot hogyan kell nevelnünk, abban benne van a spirituális, a közösségi, a fizikai és a szellemi dimenzió. Mi a fizikai dimenziót kaptuk, ezért aztán májusban egy nagyszabású, mozgásos, tömegsportra alapuló, nem versenysport alapú, hanem a felszabadító mozgás örömét adó rendezvényt fogunk rendezni, ahol mind a 4 iskolából itt lesznek a kollégáink és a diákjaink. Most készülnek ugye a Signumba menő projektre is, amellyel gondolom, hogy az utánpótlást próbálják majd toborozni, de mindemellett elmondható az, hogy az iskola életében tényleg az idén már mennyi minden történt, hiszen új parkolókat kaptak, felújításra került az intézmény a falakon belül is, és ilyen körülmények között azt gondolom, hogy ideális munka folyhat. Az, hogy új parkolókat kaptunk, az a városnak köszönhető. Nyilvánvalóan, hogy egyházi fenntartású iskola vagyunk, de a város iskolája vagyunk, és a város iskolája akarunk lenni, és ez, hogy a város segít abban, hogy az iskola körül egy méltó környezet kialakuljon, ez szerintem egyértelmű jele annak, hogy a két intézmény, a város vezetése és az iskola között nagyon szoros kapcsolat van, és mindenképpen Makó közönségét akarjuk szolgálni a jelenlétünkkel. Igen, voltak egyéb felújítások is a családi napunkon, tulajdonképpen ezt ünnepeltük meg, és hát rengeteg programunk lesz még ebben a tanévben. A szülők visszajelzése szerint nagyon fontos számukra, hogy sok családi program van, nagyon aktív belső élete van az iskolának, és módja van a szülőknek arra, hogy találkozzanak egymással is. Nagyon fontos, hogy a szülők megerősítsék egymást, hogy minden családban ugyanazok a problémák vannak, így meg tudnak erősödni abban, hogy nem az ő gyengeségük, szülői gyengeségük miatt van egy probléma, hanem gyakorlatilag minden család egyforma, és ez olyan erőt ad nekik, hogy nem az elkeseredés, vagy a düh fogja őket motiválni, vagy amikor a családi problémákkal azonosulnak, hanem az a tapasztalat, hogy ez mindenkinél van, és ezt meg lehet oldani. Tehát ezek nagyon fontosak, ezek a belső találkozók.
ahogyan eddig is minden eseményükön részt vettünk stábunkkal, akkor ezek szerint lesz még alkalmunk erre az elkövetkezendő időszakban, hiszen ebben a 2018-19-es tanévben számos ilyenre lehet számítani. És nagyon köszönjük ezt, és számítunk is az önök munkájára. Köszönjük, hogy itt volt, és mindezt elmondta nekünk, és további sikeres munkát kívánok. Köszönjük szépen, találkozunk akkor még máskor is. Önöknek pedig azt köszönöm, hogy velünk tartottak a ma esti Híradó Extrában. További szép estét kívánok, viszontlátásra.